Ebben a részben nagy fába vágom a fejszémet, ugyanis kolbászt készítek, amiben nincs nagy rutinom. Szóval kolbász magyar asztalra, minőségi sertésből. Sertés combot, dagadót és egy kis sertés szalonnát fogok benne használni. Ez 1 kg sertés szalonna, a soványabb része pedig 2 kg. Először darabolom, majd darálom, és jön a fokhagyma is. Azt is belerejtem. Na de ne feledkezzetek el a köményről sem. Egész köményt használok. Most az egészet egybe keverem, édes és csípős piros paprikával. Képzeljétek, régen ezzel a szerkentyűvel töltötték a kolbászt, de én most nem ezzel fogom, hanem egy moderne verzióval. Tessék! Most nyomom ki a levegőt épp. Kolbásztöltő töltőcső, elkezdem az egészet tekerni, jön a töltelék, és próbálom a levegőt kipréselni. Amikor az első kis húsrész megjelenik, akkor azt fogom és rákenem a töltőcsőre. Hogyha zsírosabb, akkor könnyebben fel tudom ráhúzni a vízbe áztatott sertés vékony belet. A lényeg az, hogy ne legyen bélcsavarodás. Mert hogyha van bélcsavarodás, akkor a kolbász tölteléke nem tud haladni a bélben. A kolbászokat fogom és egy tepsibe átteszem. Majd megszúrkodom. Felöntöm 3-4 mm vízzel, most pedig landol a sütőben, először 100 fokon, aztán felemelem a hőmérsékletet 180 fokra, és készre sülnek a kolbászok 40-45 perc alatt. Sok mindent mondhatnék erről a sült kolbászról, de inkább beszéljenek a képek. Na meg az, hogy az egészet föl fogom falni. De jól néz ki. Átsült, egybe maradt, nem szakadt szét. Istenem, de szép! Ahogy a disznóvágások este szoktak véget érni, most itt is beesteledett, úgyhogy megeszem a kolbászt vacsira. Készítsétek el ti is házilag, mert nagyon-nagyon megéri. De várjatok, mielőtt még elköszönök, ezt nézzétek meg. Tömött, nagyon látványos és elképesztően laktató.